Urlikének hívták, nudista strandon szedtem föl, egy ilyen illegális nudista strandon Bulgáriában, és egy jó, ilyen... Jó, what you see is what you get. Ott is tévedés. És hát ugye mi megbeszéltük, hogy hát ez egy ilyen summer love volt, de úgy leveleztünk, és akkor tehát valójában nyilván kíváncsiak voltunk, hogy a másik az... Ruhába milyen. Ez itt Kovács András Péter Barátság podcastja a Kapod. Mai két jó barátunk, Lovasi András zenész és dr. Heidl György eszmetörténész. Kettejük barátsága egy állandó barátság. Adott Lovasi András, akit nem kell bemutatni. Akit nem kell bemutatni, mert ezt mindig azok a slampos műsorvezetők mondják, akik nem tudják, hogy mit mondjanak. Ugye miután véleménybuborékok vannak, ezért van, akinek tényleg nem kell bemutatni, van, aki meg azt se tudja, hogy eszik-e, vagy iszek. Azt, hogy van, akinek nem érdemes. És akkor és akkor, de azért én tényleg annyi idős vagyok már, hogy valószínűleg aki nem találkozott velem eddig, az most annak már fölösleges, meg aki nem bírja a fejemet, meg azt, amit csinál, az meg úgy is letagadja, hogy ismeri. Igen. Úgyhogy azért hoztam a Gyurit, mert ő bizonyos értelemben, vagy azért jutott eszembe, amikor mondtad, hogy hozzak valaki olyas valakit, aki azért ismer engem, de azért nem nyilván az embernek van egy olyan köre, amelyik valamilyen módon munkatársa, baráti kapcsolatban van, de azért mondjuk üzletfél, mint a nyuszi üzletfelé, tudod. És aha, igen. Ezért Gyuri meg azért egész életünkben egy lépés távolságról nézett engem, vagy néztük egymást. Bizonyos értelemben mi ugye katonakorunkban találkoztunk, 18 évesen, tehát mondjuk úgy, hogy még kialakulatlan személyiségünk volt, még bőven ráfért a pallérozás, és aztán... Aminek nem a katonaság a legjobb terepe egyébként, de önismeret szempontjából az, igen. És aztán mi abban a pillanatban, ahogy ugye egy egyetemre mentünk, de ő esztétika szakos volt, én földrajz szakos, ami mondjuk mind a kettő bizonyos, az enyém, félig akkor én bölcsész voltam, ő pedig teljesen, vagy talán egészen az, és de hogy abban a pillanatban bizonyos értelemben párhuzamosan elkezdett futni a pályánk, és hát szerintem inkább az az érdekes, hogy hasonló munícióval, hasonló kulturális háttérrel kiből mi lett. Miközben sosem vesztettük egymást szem elől. Ugye ott a katonasságnál volt már egy ilyen tehetségkutató, vagy nem is tudom, mi volt ez? Igen, ahol a Tarack zenekar létrejött. Volt egy ilyen válogatás még az elején a katona, amikor bevonultunk, talán még szeptemberben. A kiképzés alatt egyszer csak elterjedt a hír a laktanyában, de hogy pontosan hogyan, azt nem tudjuk, de akkor hogy terjedtek az információk ilyen laposan. Uh-huh. És akkor hogy zenészeket keresnek a kulturális... És akkor rengetegen jelentkeztek, akik nem tudtak, azok is ugye, mert már hogy semmit sem tudtak zenélni, mert ez egy lehetőség volt arra, hogy legalább ne katona legyél eddig. Uh-huh. És akkor ott alakult meg egy zenekar, amiben mi ketten benne voltunk, mert valahogy ott elkezdtünk játszani csak úgy spontán. Sőt, olyannyira, hogy a paphadnagy, aki a kulturális attaséja volt a laktanyának, ő valójában nem tartott meghallgatást, hanem az volt, hogy mi korábban lementünk, mert már tudtuk, hogy ez hol van, hogy előtte is zenéltünk, már lehet, hogy előtte is. Helyőrségművelési otthon. Többiek ott gyűltek, mi meg ott zenéltünk, azt hiszem valami ilyesmi volt. És akkor bejött a paphadnagy, Dire Straits-et játszottunk. A Gyuri az ügyesen gitározott ilyen, ezzel a új bontós technikával is, ahogy ugye Mark Knopfler gitározik, vagy hasonló, mert mind a kettő ilyen klasszikusból kiinduló gitártechnika, és akkor hát ezeket is el tudta játszani, mi pedig szolgai módon kísértük a művészt, és akkor a paphadnagynak ez annyira megtetszett, hogy valaki tud Dire Straits-et játszani, hogy mondta, hogy jó, a többiek elmehetnek, ti lesztek. Tehát semmilyen meghallgatás nem volt, tehát tulajdonképpen az volt a szerencsénk, hogy mi ott éppen zenélgettünk, és akkor igen, a paphadnagy... Meg hogy a paphadnagy szerette a Dire Straits-t. Nem is tudom mikor, de nagyon hamar el kellett menni erre a debreceni ilyen vetélkedőre, ahol... Hát egy vagy két hétre rá. Igen, ahol, tehát mi még akkor nem játszottunk semmit, emlékszem, hogy saját valami zenéket, én hoztam ötleteket, és akkor az András megmondta, hogy ír rá szöveget, és a buszon írja meg a Pécs-Debrecen távolságban, emlékszel erre? És egy sor volt meg, tegnap láttam a lányt, aki tetszik. Ez volt az a sor, és... Örök becsülő lett belőle.
utána az egész debreceni út során ez az egy sor született meg, vagy ez maradt megtorpantam. Meg, és ezért végig ezt ordította. Nem emlékszem, hogy valamit, nem, sőt, még basszusgitárra játszottam abba talán, nem tudom, de ezt kiabáltam. És volt egy másik zenekar, azt te tudod, ilyen... Az Exotic zenekar, akinek a tagja, akkor ők már népszövek voltak, tehát játszott őket a rádió. 86. De ők szerintem katonák voltak. És abban az időben a tagok, azok katonák valahogy voltak. És ők is játszottak. Tulajdonképpen az Exotic felállás volt, de még volt valami énekes lány is. Igen. És akkor én, mint szakember, én már mondtam meg, hogy figyeljetek, az énekes lány, ez nem olyan jó, a többiek. És nagyon figyeljetek oda a dalszöveget. Igen, és látod, megfogadták, amit mondtam. És milyen szépen kívül. De akkor szerintem már levegőben volt ez a Trabant, vagy lehet, hogy már játszották is. Lehet, vagy, hogy, lehet. Tehát játszottam olyan dalokat ott, amik aztán utána egy év múlva a Danubius rádióban már, vagy nem tudom, akkor mi volt. Ez milyen furcsa, hogy ti együtt indultatok ezekkel a zenekarokkal. Hát egy generáció vagyunk. Padödő, meg Piero, úristen. Bizony. Hát azért Exotic, sőt a Republikkal is tulajdonképpen. Republik, aha. Talán ők egy-két évvel idősebbek átlagosan, tehát mi 67-esek vagyunk, ők meg szerintem inkább ilyen 65-66-os, de hát ez óviba számít talán. Azt tanítom egyre kevésbé. De mindenképpen egy generáció vagyunk, igen. Ja. És amikor elkezdtetek zenélni a Kispállal, akkor nem volt kérdés, hogy Gyurit hívjátok-e a zenekarban? Nem, akkor mi ahogy leszereltünk, tehát utána lezajlott ez a Spartakiad, egyébként nekem az volt életem első olyan fellépése, ahol mikrofonba énekeltem. Tehát ez engem teljesen megbokrosodtam. És ez ilyen hangos vagyok, meg mikrofon van nálam. És hogy nyilván ez az elnyomott állapot, amiben voltunk, ugye ez a katonaság, hát ez a fura, nekünk még ilyen, valamiért egy ilyen orosz mániás kiképző tisztünk volt, az volt a főtiszt, aki vezette a kiképzést, emlékszem, a Lőrinc. Azt hiszem, Lőrinc főhadnagy. Megszállott volt. És ő ilyen, neki az volt a mániája, hogy a kemény katonaság, és hogy az oroszok azok milyen kemények, mi meg magyarok milyen puhák vagyunk, és ilyen... És az érdekes, hogy utána ő neki volt egy... Nem voltak sokkal idősebbek egyébként nálunk, és aztán egy kisfia volt, aki osztálytársa volt a Panka lányomnak. Aha. Tehát, hogy összejártunk is. Hát nem jártunk össze, csak kiderült, hogy ott laknak ők is a patacson. Hát nyilván ezek mindig utána furcsa, hogy megismerkedsz valakivel egy ilyen hatalmi szituációban, ahol általában nem te vagy a hatalmasabb, és akkor utána civilbe találkozol ezek az emberekkel, ahol kiderül róluk, hogy hát ugyanolyan szomorú kis életünk van. Megfogadod, hogy leszerelek, megverem. Volt egy ilyen takácsal ezzel, és mondom, ezt meg. Ja, a politikai. Tehát, ha le fogok szerelni, ezt megverem. És álltam ott a buszmegállóba egyszer, és egy ilyen pici kis civilben, ott volt egy ilyen kis pici, ilyen madárszerű ember, szánalmas volt az egész, hát mondom, hogy ezt nem fogom megverni soha. De hát ezek, ha belett volna öltözve katonaságban. Ezek a haragok pont arra jók, hogy az embernek legyen némi ambíciója, hogy úgy legyen valaki, nem? Hogy így, hogy én most haragszom, és akkor így az is ad egy ilyen energiát ahhoz, amikor... Meg együtt haragudtunk rájuk. Igen. Közösségi haragvás. Ez a dacból valakivé válás. Ja. Igen. És akkor ugye ebből a közegből szabadultunk ki hirtelen, hogy a mikrofon, meg ordítozás, és hogy nyilván ott még gondolom alkoholt is tudtunk fogyasztani. Nem egy ruhába kellett fellépnetek? De. Tényleg? Persze, meg abban a tányér sapkában. A libafos zöld ruhában tomboltatok. Igen, és akkor közvetlenül a Debrecen... Ez nagyon a szocializmus volt akkor, még nem volt. És ez Debrecenben a Kölcseibe biztos lépti már. Persze, de már az újban. Ez a régi Kölcseinek az szabad terén volt, ott az előterén, ahol most ilyen forgalom van. Tehát ilyen körforgalom van, vagy pontosan nem tudom, hogy hol lehetett, és utána valami gálaműsorban is benn voltunk, mert nagyon jó szerepeltünk, és még a Kölcseibe is bejuthattunk a Bársony székes helyen, ott még egyszer előadtuk a tudásunkat, és aztán utána rögtön mentünk onnan Egerszalókra, mezőgazdasági munkára. Hát például az jó volt, amíg előző évben nyáron én Bulgáriában voltam nyaralni, és ott felfedeztük hogy egyetlen iható, nem édes, tehát nem ez az édes ilyen vörösbor volt, ez a Cabernet nevű. Az volt a neve egyszerűen prózai módon, hogy Cabernet. Uh-huh. És ezt a Cabernet palackoztuk ki, és volt egy nap, amikor ezt csináltuk, hogy nyitott
hallottuk, vagy valami ilyesmi, és akkor bepalackozták Egri Bikavérnek. De hogy miért, azt ne kérdezd meg, valószínűleg jobban el lehetett adni, vagy az volt a rendelés NDK-ba, vagy nem tudom. Tehát, hogy hamisította az állami gazdaság a saját borát, mert ezt a bolgár kabernét öntötték bele egy tartályba, és visszapalackozták Egri Bikavérként. Hát kaptunk Bulgáriából Szilva Lekvárt meg bort. Igen. Nem tudom, az NDK-nak mivel tartoztunk, vagy ők mit adtak nekünk, de cserébe tovább. Ezek voltak az első meghatározó közös élmények. De a kérdésedre, ugye, hogy mi aztán utána zenéltünk rendszeresen ott. Tehát játszottunk minden héten a helyőrségi művelődési házban, ami a Király utca közepén van, és ott ilyen zenés vacsora volt. Tehát mi voltunk a zene. És a háttérmuzsikát. És közben hétvégén pedig lakodalmakban. Akkor ugyanott játszottunk lakodalmakban. De volt, hogy nem a zenekar. Tehát volt, szerencsére, ugye mi ezeket nem tudtuk, hát elém rakták, ezek nagyon egyszerű akkordmenetek, és akkor volt ezt nem is tudom, honnan jöttek ezek a kották, vagy ezek a leírások, a szövegek, a Pekete Péter öcsi. Volt az a dobosrác, aki elég aki ja, profi lakodalmas volt, és szerintem ő tudta ezeknek a szövegét, volt mindegyiknek trágár szövege. Tudod, ez az éjfél utáni szöveg. Az. És akkor tulajdonképpen ebbe tőlük tanultuk mi ezeket. Minket volt máshol is játszottunk, itt a Bolyba volt lakodalmar, emlékszem, hogy a katonatisztek, hogyha megnősültek, akkor ugye mi voltunk a legolcsóbb lakodalmi zenekar. És nagyon jó hangulatot csináltunk. És akkor ott is alakult a zenekar, hogy egyszer bejöttek a Kispál meg az Ózdi Rezső, és akkor ott volt a Ricsi, és akkor mondtuk, hogy akkor majd most leszerelünk, akkor csinálunk zenekart. És ez valami ez történt. Tehát augusztus végén mi leszereltünk, és akkor... A lakodalmas katona zenekar mag romjain alakult a Kispál és a Borz bizonyos értelemben, de a Gyurinak azért elég határozott elképzelése voltak zeneileg, és az ez nagyon más. Nem fette le. A popzenéhez a lehető legmesszebb elhelyezkedő jelenleg, tehát létező zenék. Ez így van. Közül való volt. Én meg azért valamilyen módon, hát nyilván amiatt, hogy én azért dalszerzőként gondoltam magamra, ezért nem gondoltam, hogy nekem helyem egy instrumentális zenekar. Sem erült. Meg hát technikailag sem tudtam úgy zenélni akkor, hogy mondjuk ez így ambicionálhattam volna ezt, hogy mondjuk mi közösen muzsikálunk együtt, hanem egyszerűen az volt, hogy jó, hát ez most így a szükség valamilyen módon összesodort bennünket, és akkor én megyek majd egy úton, és a Gyuri egy másik úton. De mind a ketten akkor már pont akár a lakodalmas emlékek, vagy ezek a katonai élmények hatására, és én mondom, nekem az egy nagy izé volt, hogy mikrofonba éneklek, és ordítok, és hogy ez tényleg éreztem az energialeadás gyönyörűségét. Engem meg az a rész, az pont taszított, nem az éneklés, vagy nem ez, hanem az a Vermon erősítők cipelése, az a sok kábel. Technika, ezért, tehát hogy nem elég, hogy ott játszottál, hanem oda kellett vinned, le kellett szerelned, el kellett vinni. Tehát én az ilyen sokkal kamarább leülünk és muzsikálunk, ezt szeretem a legjobban. De képzeld el, András, hogy ez a mikrofon, az ilyen első mikrofonba beszélés, az annyira meghatározó volt nálam is, és én azt sose felejtem el, 5 éves voltam, és mentünk buszos kirándulásra az óvodával. És a buszsofőr bácsi, aki a Ladányi Mónika apukája volt, a vistársam apukája, megengedte, hogy belebeszéljek a mikrofonba, és ezt az egész busz hallotta. Köztük én is. És nekem az volt az az első stand-up. Ez volt az első, 5 évesen. És akkor Ladányi Mónikával érdekházasságra is léptem ott. Középső csoportban Tobai Ricsi és Szabó Jancsi volt a tanú, és sajnos nem jött össze még egy ilyen mikrofonba beszélés. De hogy gyakran érdeklődtél, hogy van-e, hogyha mikor megy a busz. És igen, apukád, mivel jön, érted? De nem jött össze. De ez ilyen nagyon érdekes. Meg az is nagyon érdekes, amit te mondasz, Gyuri, hogy úgy jelentkeztél a bölcsészkarra, úgy mentél bölcsészkarra, hogy tudtad, hogy a zene lesz a fő fókusz. És én ugyanígy mentem jogi karra, hogy én tudtam, hogy valószínűleg nem leszek jogász, vagy ha leszek is, akkor is az a napközbeni életem, de mint a Batmannek,
lesz majd egy éjszakai életem is. És az olyan furcsa, az ember ezt már így tudja, 10-20 évesen, és aztán végül is úgy is lesz. És te is, András, ugye elkezdted a földrajzszakot. Hát igen, akkor egyébként az jellemző volt, hogy ezek ilyen menekülési útvonalak voltak, hogy ne kelljen elmenni dolgozni, valami, ugye anyukám is azt mondta, hogy mindegy, mi fiam, csak legyen egy diplomád, és ez nem lett, de és akkor én megnéztem, hogy mi a legegyszerűbb, mi az, ami érdekel egy picit, meg úgy nem volt ilyen nagyon határozott ilyen út a fejemben, hanem azt néztem, hogy mi az, amire van esélyem, hogy fölvegyenek, viszonylag kényelmesnek tűnik, így el lehet lébecolni, meg hát valójában nekem gyerekkoromban minden, ami minden olyan foglalatosság, amit elképzeltem magam, hogy majd a jövőbe fogok csinálni, az inkább arról szólt, hogy milyen ne legyen. Tehát, hogy nagyon rémisztett az, hogy az apám meg az anyám mind egész évben dolgoznak, csak két hétig van szabadságuk, mindig be kell menni a munkahelyre. Hétvégén el kell menni a hétvégi házhoz. Munkahelyen, amit láttam, az mint munka, tehát az apám munkája, édesanyám munkája, az nagyon riasztónak tűnt, tehát maga a millió is, amiben ők voltak, megnézésé. Ez az egész felnőttek világa a szocizmusban, vagy komcsizmusban, ez annyira végtelenül nyomasztónak tűnt nekem gyerekfejjel, hogy mindent elkövettem, hogy lehet valami nyúlcsapást, ahogy ezt beszéltük is, ugye, találni, ahol minden csak ezt ne. Tehát, hogy valójában nekem ezek voltak a választásaim, és valószínűleg a Gyurit is ez motiválta annak idén. Azt hiszem, hogy 5.45-re járt dolgozni, és 4.35-ig valami, mert hogy még ebéd született, hogy ez rémes távlat. Igen. Hát igen. Meg azt láttad, hogy azért tudtuk körülbelül, hogy anyukámnak is milyen ambíciói voltak, és hogy abból mi tudott megvalósulni. Nyilván most nem megyek bele itten a történelmi nyomorúságokba, vagy a kényszerekbe, amik minden családban valószínűleg duplázódva megvannak, ugye apa, anya oldalán is. Nem hiszem, hogy a 20. század úgy telt el, hogy Magyarországon ne lépett volna a nyakára a személyes ambícióknak. Ó, nem, és minden generációnak, tehát a nagyszüleinek ugyanúgy, ahogy és ezeket mondja. A frusztrációkat ugyanúgy hordjuk magunkba, és ugyanúgy, tehát csomó mindent azért csinálunk, hogy ez ne történjen meg velünk, aztán persze ugyanúgy a kés alá kerülünk valamilyen szinten, de nyilván azért nekünk adatott egy 20 jobb év, amit úgy látszik a magyar társadalom annyira nem értékelt, de nekem azért nem volt olyan rossz, hogy a 20-as, 30-as éveim azok egy... Ez jó időszak volt. Én, mint a beszélgetés hirtelen vezetője, visszatérek oda, hogy a Gyuri azért, ha úgy nézzük, a Gyuri akkor föladta azt az ambícióját, hogy gitáros legyen. Tehát mi ketten ugye valamilyen búvópatekszerűen már törekedtünk arra, ami aztán végül a fő foglalkozásunk lett, vagy amiből most élünk, mondhatjuk, mert azért a jó esetben ezt még mindig úgy csináljuk, mint egy hobbit. Tehát a hobbinak azzal az elszántságával, vagy akkor nevezzük hivatásnak, mindegy. Már a hobbi és a hivatás között szerintem van bőven kapcsolat, csak az egyikért pénzt kapsz, a másikért meg pénzt áldozol. Ugye a Gyuri viszont ugye, amit mellékszálnak gondolt, abból lett a főszál. Tehát, hogy aztán ő ugye, mint esztéta, aztán később eszmetörténész, aztán annak a tanszéknek a vezetője, ahova jelentkezett, tehát ő aztán mindenképpen ez lett a fősonor az életében. Igen, sőt, az NTA doktora. Igen, hát én végigmentem ezen a szamár létrán, ami ilyenkor ott van egy ember előtt, de mellette a zenei rész az mindig valahogy ott volt, és az elő is jött, és akkor utána megint ugye találkoztunk is ilyen értelemben is, mert valamikor 15 éve, vagy 20, vagy meddig, mikor volt a Kispárnak vége kb. 2010-ben, de mikor oda költöztél Patacsra, mi Patacson próbáltunk majdnem több mint egy évtizedig. 93-tól Patacs az egy kis falu, ami beolvadt Pécsbe. Pécs Diósdja. Igen, mondjuk úgy. És egyébként egy elég régi történetű falu, tehát nem egy ilyen alvóváros, hanem egy ilyen meglévő kis történelmi falu olvadt bele, ugye, Pécsbe, és a Gyuriék oda költöztek Kertvárosból. A Kertváros az nálunk a nevével ellentétben az a lakótelep. A Gyuriék akkor már évek óta ott laktak, tehát 2000-ben ott építettek. És akkor mi tudtuk egymáson, néha dumáltunk, megálltunk, beszélgettünk. Zenekar néha feljött
hozzánk, emlékszem, igen, több ilyen alkalomra voltak. Még tanulja voltam nagy események ilyen indulásának is, például, amikor a Szabó Attila lejött oda, és akkor... Ez Szabó Attila zenekar primása, és akkor először nem voltak ilyen fúziók, meg mit tudom. Nem volt ilyen, hogy együtt a népzene, meg a rockzene, és az ott alakult ki. És akkor az Attila néha lejött hozzánk, és akkor vendégeskedett az én szólólemezemben, amik azt hiszem 2001-es, és akkor úgy néha utána muzsikáltunk az ilyen akusztikusabb koncertjeinken együtt, közben elkezdtünk ötletelni azon, hogy ugye a népzene az miért nálunk egy ilyen skanzen jellegű dolog, és hogy mondtam, hogy hát de ugyanez a hangszeres felállás, ugye Erdélyben valamikor egy népzenész, vagy egy cigány muzsikus, egyébként ugyanúgy működött, mint Balkánon, akik megfogadták, olyan muzsikát játszott. Uh-huh. Tehát ugye, hogyha zsidó esküvőn játszott, akkor zsidó muzsikát játszott. Hogyha romák, vagy románok, vagy magyarok fogadták meg, akkor azoknak a muzsikát, de mindent muzsikát tudtak játszani ezzel a hangszeres felállással. És mondtam neki, hogy nekünk is van egy csomó olyan számunk, amit simán el lehetne játszani ezzel a hangszeres felállással, ez meg ez meg ez. És akkor végül is aztán az lett a Csíknak ez a kiinduló pontja, amiből aztán egy ilyen trend, meg siker lett, meg sok zenekar azóta is követi ezt az ilyen crossover dolgot, hogy én adtam nekik 4-5 olyan dalt, aminek láttam, hogy a harmónia menetét ezekkel a hangszerekkel, vagy ritmikailag meg lehet csinálni, és akkor a Pecsába meghívtam őket előzenekarnak, és ott játszottak 4 vagy 5 kispál dalt, és hát a közönség teljesen leesett áll, hallgatta ezeket, hogy és akkor az Attila, ugye... Na ez ott kezdődött, és emlékszem, hogy tehát nálunk is ott többen többször jöttek, emlékszem, még volt az a Mike nevű dobos is. Igen. Na mindegy, akkor mi elkezdtett, van egy barát, aki Veszprémben él, és énekes, dal szerző, a Berzevicizmon, és akkor ő kért meg, hogy játsszak az ő lemezén. És akkor vegyük föl ezt az anyagot, és ott ebben a padlástérben vettük föl, egy valami januárban írtatos hideg volt. Kesztyűbe gitározás. Igen. Mi ott játszottunk, de az egy olyan időszak volt, amikor éppen nem volt Kispál, és még nem volt Kiscsillag, és ezért ráértél arra, hogy ott segítettél fölvenni. Hát, az, nem volt, valami, nem volt annyira sűrű. Igen. És akkor ott ültünk hárman, ilyen nagy kabátban. Én voltam a technikus. Egyébként mindig kaptam kölcsön hangszert, meg technikát, meg mikrofont, meg ez a mai napig is azért így van, tehát hogy ezek nagyon, nagyon jó kapcsolatok. A Rolanddal volt. Érdemes vele barát. Igen, tudod, ahogy a te mikrofonbuszos, vagy buszos mikrofonok. De ne, csak neked nem kellett érdekházasságra lépni velem. Igen. Elég volt barátkozni. Igen, viszont akkor elindult. És akkor én írtam egy komplet albumot, amit nehez kellett egy énekes. Ez a Laszfini Jánosnak a verseire, egy ilyen rockos valamit. Ez volt az utolsó bennem lévő rockos lendület, mert egyébként nem... Nem, akkor elkezdtél hallgatni ilyen, lett egy elektromos gitára. Ja, akkor... És igen. Ezokat az ilyen blues alapú, általában azért fehér előadók által, tehát nem a igen. Tradicionális blues, hanem ez nem. Végül is ez, amiből a Knopfler féle gitározás is, ez a J.J. Cale féle hagyomány, nem tudom is, mert ez egy nagyon-nagyon jó, egyszerű, nagyon feelinges amerikai fehér blues, kicsit country, bluegrass, ilyesmi. Na, az nagy hatással volt rám, és akkor elkezdtem írni ilyen dolgokat. Írt egy vers megzenésítéses blues lemezt, ami azért érdekes, mert valójában addig még azért a legtöbbször a folkos, akusztikus hangzáshoz kapcsolódtak a vers megzenésítések. Nyilván a Kalák a legnagyobb úttörője ennek a dolognak, és hát a mai napig meghatározza, azt gondolom, hogy ezt a szinteret az, ahogy ők hozzáálltak. Egyébként az a nagyszerű mód, ahogy ők hozzáálltak a versekhez. És hát a Gyuri ilyen értelemben újított, hogy azt mondta, hogy jó. Nem voltak ismereteim, hogy mit kellett volna csinálni. Mit lehet, az a legjobb, igen, amikor becsöppesz. És akkor lett egy ilyen zenekarunk, amivel a Lackfi verseket... Ez a véletlen. Ez a véletlen. És ezzel éltem át életem legnagyobb bukását. Mely? Ja, az a premier volt. Ja, mindjárt az elején. Tényleg? Hát, ugye én nekem ez egy új terep volt más szövegeit mondani, és ilyen értelemben rá is stresszeltem, mert a magamét
rontottam, legfőbb átírtam, vagy hát tudod, abból egy rengeteg olyan faktor van benne, biztos te is tudod, hogy mikor átszaladsz a szövegen, vagy máshogy mondod, és igen, hogy akkor igen, neked igen. is egy tét, hogy hogy kavarodsz ki belőle, és még lehet, hogy jobb is lesz, stb. Ez a menthetőt. Igen, ez mindig, és még büszke is vagy magadra, hogy építettél a szarból várat, vagy nem tudom. És ez addig ez működött. Ez az elmúlt 20 évem egyébként. és akkor úgy viszont hát hirtelen egy olyan közegbe találtuk magunkat, ugye ez a az akkori múzeum. Néprajzi múzeum, nem, tehát nem az új, nem. hanem még a régi helyén, ott a parlamenten szemben. Aminek olyan az akusztikája, mint egy olajos hordó. Ó, igen, olyan hatalmas. Igen. Nagy az, hát ez a klasszikus, ilyen oldalt. Szerintem nekem. Ilyen klasszicista vagy barok, nem tudom milyen, de ilyen ez a hatalmas előcsarnok. Aha. És ott volt a koncert, és hát ez egy ilyen kaláka ünnep volt, tehát ilyen vers ünnep, a Sebő Feri bácsitól a Kalákán keresztül az összes ilyen komoly doenje ennek a műfajnak ott van, a Paja Beától kezdve, nem, mindenki. És hát a várva várt koncert, Laszkvi János szembe, ugye a költő, elsősor. Igen, élőszerző. Az élőszerző, ezért biztató mosolya szembe, és nekem egy olyan blackouton volt, hogy semmi. Improvizálta a szövegeket. Tehát semmi. Egy sor, az első sor, és nem tudom, a mai napig nem tudom. Láttam a lányt, aki tetszik. Igen. Újra, és újra előfordult ez, és megint a Gyurival. De... Úgyhogy ezek meg kétségbe esetten néztek rám egy oldalról, tudod, a zenészek, mikor látják, hogy a szócső eldugult. Júj, és nem volt kint a szöveg, biztonsági volt? És hát akkor a végén elővettem a szöveget, valahonnan hirtelen előkapartuk a szöveget, és akkor lement már így nagyjából olvasva, lement már a... De az ilyenkor összerántja az embert, nem? Tehát egy ilyennél azt mondod, hogy hú, basszus, a következőre úgy összekapom magam, hogy... Hát ezzel, igen, és akkor ez azért engem nem erre sarkalt, hanem onnantól soha nem léptem föl, anélkül, hogy ne lettek volna ott a szövegnek. Ez nekem a mai napig egy ilyen... Ez biztos beragadt, mert ezt ha sokszor... Nekem a olyannyira beragadt. Nekem ez a mai napig, ez amikor azt érzed... Ez az, amikor fölébredsz hajnalba, és... Igen. Jó, ezzel álmodsz, tudom. Én jártam színjátszókörben, gimiben, és rendszeresen álmodom mind a mai napig 45 éves fejjel, hogy ott állok a takarásban, mindjárt be kell mennem, fogalmam sincs, hogy milyen darab, nem tudom, hogy milyen darab, hogy kit játszom benne, és hogy mi a szövegem, de mindjárt be kell mennem. És ez a pillanat, ez nagyon sokáig húzódik, aha, húzódik, húzódik, és egyszer csak felébredek berejtékezve. De ez akkor ott megtörtént. De ez akkor ott megtörtént. És velem nem, Andrással történt. Ja, de ez csak egy álom, ez nincsen egy valóság alapja. Még csak 45 vagy, tehát igen, ez még lehet megtörtént. Tehát a Kispál, nekem a Kispál volt az, hogy mindig mondta nekem, hogy olyan rosszat álmodtam, mit álmodtam? Hát figyelj, hogy állunk a színpadon, nem jut eszembe semmi, hogy vannak a számok, és te meg oda mondod nekem, hogy játszunk G-be egy blues-t. És elkezdünk G-be játszani egy blues-t. És ez megtörtént. Igen. Ezt képzeljétek el, hogy 2005-ben volt az Andrásnak egy ilyen valami kiesett, és azt mondta, hogy oda jött hozzám a második szám után, mint az elsőben össze-vissza játszott, és oda jött hozzám, fia, azt mondja, nézem a kezem, és nem tudom, hogy vannak a fogások, és nem tudom, ezért. Aha. És mondom, nézem, játszunk egy blues-t. És mibe? G-be. és aztán valahogy lement a koncert, tehát nyilván azért az ember egy pentaton skálába, hogy elboldogul, tehát ugye öblögettünk ott valamit, és akkor utána valahogy lement a koncert, de tényleg így, őnek is utána ez egy ilyen visszatérő ilyen rémálma, hogy állsz ott, és fogalmad nincs, hogy... De szörnyű érzés, hogy egyszer csak így, mintha így kiraknának a testeden kívül, és nem vagy ura annak, ami ott van. És színpadon is velem is volt már ilyen, mint ahogy mondtad, hogy elrontom a saját szövegemet, hogy így, hogy kerültem ide? Tehát, hogy megy az előadás már 20 perce, hogy kerültem ehhez a rész? Hol voltam én eddig? Igen. Tehát, így, és látod kívülről és magam. Igen, és látom kívülről magam, és így meg is állok egy pillanatra, döbbenek, megdöbbenek azon, hogy ülnek benne nézők, a nézők megdöbbenek azon, hogy én megdöbbenek. És ez úgy... nekem menetrendszerűen úgy akkor játszódik le, hogyha mondjuk elmegyek egy hosszabb időre Szabira, vagy izé, és akkor tudod, visszatérsz, és akkor fölállsz a színpad, egyszer ez, emlékszem, hogy 90-esek végén történt meg, most valami pesti ilyen ingyen koncerten játszunk, és több ezer ember.
tudod, és így kimész, és így nézed, mit keres ez, mi? És ez is mit kell mondani, mi csinálunk mi itt, hogy miért vagyok én itt, és kibüntetett meg ezzel. Igen, és tegnap még ültem a tengerparton, és így ittam egy limonádét, és milyen jó volt, susogott, és most miért kell, mi van itt, és akkor hát, hogy igen. És szóval... meg kell kapcsolni a Lovasi András üzemmódot, és igen, aztán, és akkor, már megy, meg kell találni a gombot. És akkor hát ugye most már tudom, mert föl vagyok erre készülve, és akkor egy picit így, például nem is nagyon, de a mai napig az egy nehezen megy, hogy így ebből a világból hirtelen belecsöppenni több ezer ember elé, az mindig egy ilyen, azt nem szeretem, azt szerintem az még ma sem menne, hanem hogy azért nézem, hogy amikor nyaralás után vagyunk, akkor az első fellépés az ne legyen egy ilyen nagyon a mélyvíz. Budapest Park. Esés, igen. Szóval, és visszatérni, könnyen visszatérsz? Tehát amikor lejössz a több ezer ember elől a színpadról, utána gyorsan vissza tudsz térni a normál állapotba? Hát van-e azért, hogyha valamire nagyon készülsz, és hogyha valami, tehát annak sokféle szakasza lehet, de hogyha valamire nagyon készülsz, nagyon oda kell tenni magad, most például volt, hogy ez a Kispál és a Borza Parkba, ugye amire azért 6 hétig nagyon intenzíven raktuk össze a zenekart, meg koncerteztünk is előtte, felkészültünk rá ilyen edzéstervvel, rendező volt minden, és annak utána inkább a lejövés, tehát a, hogy mondjam, szóval vissza tudok térni, hanem óvatatlanul egy ilyen adrenalindús állapotnak lesz a, utána egy ilyen elvonási tünetes része. Tehát viszont erre most már úgy készülök fel, hogy például szombaton este vége volt a koncertnek, és vasárnap már ültünk a családdal az autóba, és mentünk nyaralni. Tehát, hogy olyankor kell valami más. Szóval az hogy ott az ember így ül, és akkor így egy-két nap hiába van egy ilyen megcsináltuk érzés, az jó, de közben meg az, hogy ott ülsz, és most hirtelen nem csinálsz semmit, az körülbelül az, mint amikor valószínűleg, amikor az ember nyugdíjba megy, és akkor azt hiszi, először örül. Minden jelentős szellemi alkotás után, tehát egy könyvet, ha megírsz, vagy megírsz. A Gyuri sok könyvet. Ja, igen, akkor mi lesz most? És utána, tehát akkor van egy ilyen kiüresedéses időszak, mert a legizgalmasabb mindig az alkotás menete. Igen. Tehát amikor már úgy megjelenik, meg a zenéknél is, amíg írni, az a legjobb. Nekem is a stand-upot egyébként. Tehát az, hogy már elmondom a színpadon, és nevetnek rajta, az már csak így a cseresznye, a koktél cseresznye. Nekem megírni, akkor biztos ti is így jöttek vele, de mondjuk egy lemezen dolgozni, akár felvenni, összerakni megint, az egy ilyen, tényleg egy olyan állapot, hogy így, hogy olyankor egy kicsit lelkiismeret furdalása is van az embernek, hogy nem foglalkozik a szeretteivel, vagy persze foglalkozik, de nincs igazán ott. Igen. Mindig jár az agya azon, hogy mik a megoldalképletek, mi az, hogy kéne csinálni. De akár a magát a hangfelvételi részét is, hogy azt, hogy a hangszerelés, stb. És amikor vége van, és azt érzed, hogy jól sikerült, vagy hogy úgy valamilyen lett, hogy ne használjunk ilyen jól sikerült, tehát hogy valamilyen módon le lett zárva, akkor egyrészt nekem van olyan, amikor valami, onnan tudom, hogy valami jól sikerült, hogy utána nem akarok fél évig dalt írni. Hogyha rosszul sikerült, akkor rögtön elkezdem. Hogyha egy szóban kellene jellemezni kettőtök barátságát, akkor mi lenne az, egy jelzővel kéne illetni, akkor mi lenne az? Volt, aki azt mondta, hogy inspiratív barátság, így a korábbi vendégek közül volt, aki azt mondta, hogy érdekbarátság. Szóval ez mind a kettő. Eddig jó, mind a kettő. Ilyen stabilitás az van, mert hát szóval ez egy nagyon régi kapcsolat igaziból, amiben mivel voltak ezek a tényleg az utak nagyon szétágaztak, aztán mégis megint találkozni. Ez azt jelenti, hogy van egy ilyen tengely. Mi most már abban az életkorban vagyunk, hogy nekem pont 2 nappal ezelőtt halt meg egyszerre 2 ilyen 90-es évek béli, főleg szakmai kapcsolatból született barátom. Mindegy, 2 technikus volt, persze annál sokkal több volt mind a 2 ember, hogy azt mondjam, technikus volt, de valójában a szakmai kapcsolat az innen van. És tényleg az jutott eszembe, hogy ebbe az életkorba, és ami még előttünk van, az lesz a legnehezebb, hogy ezeket az állandónak gondolt embereket,
vagy azokat, akikhez kötődsz, és akik az életednek ilyen fontos ilyen koordinátái, és mondjuk, ha elmész Debrecenbe, például ez egy debreceni barátom volt, akkor most nem tudok arra gondolni, hogy majd jön a Zoli, és akkor leülünk, és egy jót dumálunk, és akkor ilyenkor megkérdezem magad, de akkor miért menjek Debrecenbe? És szóval, hogy ilyen értelemben az egy nagyon fontos dolog, hogy van néhány ember az életemben, nem sok. Aki állandó. Aki igen. Aki tudom, hogy ő nem fog megváltozni. Ő olyan, amilyen. Tehát, hogy amilyennek megismertem, bizonyos értelemben rengeteget változott a Gyuri, de a szubstancia az ugyanaz. Akkor ez az állandó szót kijelölhetjük? Ebben van valami, lehet, hogy nem egészen pontos, de az végül is. Igen, igen, egy ilyen jó. Stabil. A másik fontos programpontunk, adtam nektek egy házi feladatot, hogy mondjatok egymásról három olyan dolgot, ami rendhagyó vagy különleges, amiből kettő igaz és egy hamis. Melyikötökkel kezdjük? De várják, dolgot? Vagy dolgot, eseményt, történetet, mozzanatot. Én az autóba gondolkoztam ezen, amíg jöttem. Én gondolkodtam rajta, de nem tudod semmi. Nem baj, akkor mondjon Gyuri. András. Na mondom, tehát, hogy például az András úgy eszik, mint akit űznek. Rendkívül gyorsan bekapja azt amit elé raktak. Majd utána elkezd a másik tányérjából enni. Na most ez igaz vagy nem? Hát ezt el tudom képzelni, mert azt tudom, András, hogy te Félix Schwab vagy. És van egy kutyánk, a Pipa, az pont ugyanezt csinálja, pedig és nem szoktam előre. Ez van még, nem? Vagy ez most már annyira nem, de hát ideig volt. Tehát a katonaság abszolút ez volt. Nem tudom, mi lehetett otthon. Hogy megette az övét, és elkezdett az enyém. De tőled hallottam egy nagyon jó megfogalmazást. A svábok úgy lettek, hogy a skótok kiközösítették maguk közül a spórolósokat. Igen. Igen, mind a kettő. Egyébként ez is egy közös gyökér, ez a svábság. Tényleg nekem is, nagyanyám az németül beszélt a nővérével. Tehát nekünk például a disznőölésekről hasonló tapasztalataink vannak. Tehát amikor a gyerek újjára még a disznókörmöt, a meleg disznókörmöt ráhúzzák télen, tudod, amit leszednek. Én meg Budafokon születtem és nőttem fel, ami hát szintén akkor... egy sváb telepen, és úgyhogy van tapasztalatom. De nagyon érdekes egyébként ez a svábság, mert egyrészt az embernek ad egy identitás, másrészt meg egy csomó olyan tulajdonságot, vagy kulturális gesztust, amit aztán meg akar tagadni. Tehát nekem például az egy ilyen fontos dolog volt gyerekkoromban, hogy tudatosan törekedtem rá, hogy mikor smucig vagyok, akkor ne legyek. És direkt, sokszor az első reakcióm ellen volt az, hogy odaadtam dolgokat, hogy én ne legyek smucig. Tehát, hogy tudod, ez a... Igen. Hogy ez kicsit ugyanaz az a könyv, amiben az van, hogy ne legyek olyan, mint az apám. Igen. Vagy, tehát, hogy igen. Ez ugyanaz ott egy fejezet. Uh-huh. Az ellen dolgozol, aztán persze olyan-olyan leszel, csak máshogy. De hogy vagy de hát nem, ott, nem ezek a direkt gesztusok azok, amik aztán meghatározzák ezeket a döntéseket, amikor észreveszed, hogy na most ezt pont ugyanúgy csinálom, mint az apám. Tehát azok sokkal mélyebben, sajnos sokkal mélyebben karmolják az ember lelkét össze. De ez így dolgoztam ezen, igen. Mást is ez szerint, hogy beleettem más kajába, mást is próbáltam erre nevelni. Csak így tudok. Azóta én is kapkodva eszem. Akkor mondok valamit, ami igaz-e vagy hamis, ugye az volt a kérdés. Tehát, hogy megismerkedett Bulgáriában egy NDK-s kislánnyal, akkor még NDK-nak hívtuk, ugye, Ulrike, és... Nem mondok semmit. Elhívta az Ulrike Berlinbe, de nem egyedül ment, hanem egy csapattal. Én is ott voltam. Az egész csapatot hívta Ulrike, vagy csak nem? Nem, engem, de valójában ez nem tudom, hogy hát de ez egy... De még nem fejeztem, mert hogy akkor ugye fölmerült az a kérdés, hogy akkor mi lesz ezzel többi emberrel, mert erre nem számított Ulrike, hogy akkor csak az András fogja elszállásolni valahol, hogy elmente, vagy nem. Ott aludt-e a vasútállomáson a többiekkel, vagy nem aludt ott,
illetve hogy ezek után másnap a berlini operában Beethoven 7. szimfóniáját meghallgattuk-e. Ó, hát ha ennyire konkrét, akkor valószínűleg meghallgattátok Beethoven 7. szimfóniáját. Nem tudunk jól hazudni. Nem tudunk. De hát ha ennyire konkrétak vagytok, hogy Ulrike meg Beethoven 7. Ulrikének hívták? Ulrikének hívták, nudista strandon szedtem föl, egy ilyen illegális nudista strandon Bulgáriában. És egy jó, ilyen... szóval what you see is what you get. Ott is tévedés. És hát ugye mi megbeszéltük, hogy hát ez egy ilyen summer love volt, de úgy leveleztünk. És akkor tehát valójában nyilván kíváncsiak voltunk, hogy a másik az... Ruhában milyen. És aztán kiderült, amit a Gyuri nem mesélt el, hogy ő valami felső vezetőnek a lánya volt, tehát ez egy lezárt... valami pártfunkcinak a lánya volt, ezt persze nem tudtuk, csak amikor elkísértük hazáig, vagy elkísértem, nem tudom, hogy együtt mentünk-e, vagy izé, és egyszer csak ott volt az utca kellős közepén egy őrbódé, és mondták, hogy akkor idáig. És mondta, hogy akkor én bemehetek, de hát a többiek nem, mert hogy nem tudom, mondom, nem voltam lejelentve, vagy ők nem voltak lejelentve, vagy nem tudom. Tehát azért nem volt az, hogy ő a nagyon barátság, ő próbált barátságos lenni, csak hát nyilván a protokoll, vagy amiben élt, az a közeg nem tette lehetővé ezt. És akkor én mondtam, hogy jó, hát akkor én sem megyek. És akkor így aludtunk rendes vagy. Végül is már láttad azt, amire kérdezik. Ez egy maradandó élmény nekem, ez a berlini pályaudvaron alvás. Nekem is, mert itt ezt, azt hiszem, még meg is írtam a könyvemben, hogy arra keltem fel, hogy egy néni, egy fél méter, egy méterre egy hajléktalan néni pisil, és így az arcomra permetezett a pisalé, vagy nem tudom, fröccsi. A reggeli harmat, és utána reggel ugye hajnalban felrugdostak bennünket a rendőrök, meg ez a szokásos ilyen akkori vegzálás. Ez volt Magyarországon is, hogy valójában, ha nem látjuk, akkor nincs, tudod, ez a... Úgy, éjszaka nem piszkáltak bennünket, de hajnalban azért fölrugdostak bennünket. Viszont akkor én is elmesélek egy történetet, hogy az akkori év egyik legjobb és legnagyobb slágerét, amit a mai napig hallgatok, azt énekeltük a Gyurival, mert persze gitárt vittünk. Igen. Berlinbe is a Say your name, cross my heart. Oh, Terence Strand Derby. I want you to be my baby. Igen, ezt énekeltük Berlinben az utca. Igen. Ez milyen jó az a dal. Egyébként zseniális. Igen, ez jó dal, tényleg. Na, és akkor úgyhogy ennyit a Gyuri pop érzékenységéről, hogy az év legjobb dalát azt egyből megtanulta a gitár. Igen. És akkor ezt énekeltük. És még volt egy jó sztori ebből az időszakból, az megvan, hogy az Ulrike elvitt bennünket, mondtuk, hogy valami történelmi étterembe vigyem, vagy valami ilyesmi. Volt egy ilyen felújított, mint Varsónak is van ugye a gettó része, milyen fő van építve a középkori kövekből, és úgy néz ki, mintha nem bombázták volna agyon a németek. Itt is van egy ilyen, vagy hát most már nem tudom, mert én is jártam Berlinbe tavaly pont, de semmit nem találtam meg azokból, amikre emlékeztem, mert mindent átépítettek ugye az egy berlini egyesülés után, és nyilván ott, ahol parkok voltak, és nyuszik ugráltak a fűbe, ott most lakótelepek vannak, vagy hát ilyen új, modern városnegyedek. Úgyhogy nem, a falat megismertem, meg a Brandenburgi kaput, meg ilyesmi, de minden, ami az én fejemben egy megvolt térképen, az nincs ott. Úgyhogy az a lényeg, hogy elvitt bennünket valami egy ilyen középkori, felújított középkori rész, ami ilyen historizáló épületek voltak, és mondta, hogy akkor itt ez az étterem, és akkor itt fogunk enni. És ez a kedves német vendéglátás, az megvan, hogy le akart ülni, mondta, hogy ez az asztal, le akart ülni, és a pincér kirántotta alul a széket. És leesett a földre szegény. Tehát ott, és ilyen iszonyú szégyelte magát. Ez nincs meg? Nem. Valami székekre emlékszem, de az... Direkt rántotta ki? Igen, hogy ne üljünk le. Nem, hogy idegenek vagyunk, és hogy és kirántott alul a széket. És így ahogy leült, nem is nézett hátra. Ez kemény azért. Na most ott... Ehhez képest most ugye Berlin a ilyen liberálisabb város. De mi ketten átmentünk. Egy emberrel több, akit majd még megverhettek. Az szerintem egy jó érdekes történet, és aztán döntsétek, hogy ez hazugság vagy igazság, hogy a Gyuri, amikor lakodalmas zenészek voltunk, és főleg amikor basszus gitározott, mert ugye váltottuk hangszereket, mikor nehezebb volt játszani, nehezebb szólamokat sokszor átadtam neki, és akkor közben mindig csajozott.
Ennyit mondok csak. Basszusgitárral? A basszusgitárral egyszerűbb, mert csak neki kell dőlni ezek, és ezeket a daloknál általában nagyon sok... De várjál, ez igaz vagy hamis? Hát, nem tudom, mert van az a vicc, hát, ugye, hogy... katolikus, rendes ember, aha, tudod, izé, családapa, minden. Van ez a vicc, ugye, hogy mit gondol az énekes a rockkoncert közben, ott a csaj, az majd meglőző, mit gondol a szólógitár, ott a szőke majd, és mit gondol a basszusgitáros, é-á, é-á. Úgyhogy ezért nehéz elhinni, hogy az ember basszusgitárral csajozik. De pont ezért könnyű egyébként. Tehát, hogy ott mindig ott megjelentek a katonákra, szerették a lányok, és jöttek. Hát, hogy volt egy olyan fajta lány, amelyik... Volt olyan, bizonyos lányok szerették a katonákat. Igen, igen. Volt olyan, aki üldözött is utána. Tehát, hogy a kalaktanyába betelefonálgatott, meg mit tudom én, szóval... Hogy ezt a basszusgitáros rát. Igen, azt a jóképű, vékony gyereket, tudod. Aha. Nem, ez azért érdekes olyan szempontból, hogy ez egy ilyen végighúzódó motivum, mert szegény Zuzumónak azt szerintem mai napig így meg kell néha küzdeni azzal a gondolat, hogy megjelennek a Gyurinak rajongói, tehát ugye ebbe tudományos vagy akár a katolikus világban például ugye voltunk Bakonybélbe tavaly ősszel, és ott is volt egy rajongó. Volt egy tényleg. Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy nem csak a rockstároknak, vagy a poppereknek vannak rajongóik, hanem csak azok, az nem annyira feltűnő. Igen. Egyetemi tanár rajongója, az feltűnőbb, de egyébként tehát az egy nehéz időszak volt a katonaság, és utána alapvetően nekem aztán nem is tűnt föl sokszor ez, hogyha van olyan hallgató. Mások mondták, valószínűleg akkor az egy év, az egy ilyen jó, nem tudom, lehetőség volt arra, hogy átéljem azt, hogy milyen, amikor az ember csajozik, aztán utána ebből nem hát kell. Akkor mindenkit bizítatok a tudományos pályára, mert csillogó szemű lányoknak, asszonyoknak lehet előadni hihetetlen okos dolgokat, és nem csak rockstarként. Bár az nekem nagyon nagy tapasztalás volt a Budapest Bár koncerten most decemberben, amikor fölmehettem a színpadra, én konferáltam, és lenéztem, és azt láttam, hogy az első X sorban csak nők vannak. És ez nekem új volt, mert stand-uposként engem ilyen nem ér. Fiatalok. Hát fiatalok, 30 és 50 között, inkább, tehát mindenkinek ott volt a saját rajongó tábora, és ez nekem egy olyan, tehát, hogy ez, tehát így már értem. Ha miattad mentek akkor? Így már értem az egész. Egyébként lehet, hogy miért. Tudták, hogy ott ez nem jellemző. Így már értem az egész rockzenét, és értem a kettőtök barátságát is, és nagyon jó. Most már megtaláltuk a közös kapcsolatot. Igen, és nagyon jó látni azt, hogy nem vagytok egyforma emberek, nem vagytok állandóan összenőve, és mégis, mint két fogaskerék, így szépen egymásba tudtok simulni. És akkor nem kérdés, hogy ez a barátság még a következő 30 évben is állandó lesz. Reméljük. Úgy legyen. Hogy 30, csak a 30 évben hirtem belegondoltam. Ja, de azért az durva. Igen, 85. Lehet 50 is. A fiam, nekem ugye van egy második házasságom, és akkor ott van egy kisfiam, és ő szokott aggódni. Hogy apa, te öreg vagy? Nem mondom, közepesen. Mi az öreg? Figyelj, ma már az 55 az új. 54. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm. Ez volt Kovács András Péter barátság podcastja, a Kapod. Ha tetszett, iratkozz fel, értékeld, és főleg beszélj róla a barátaidnak. Találkozunk egy hét múlva. Szia!